A Sportszigeten található Nomád Camping idén már a harmadik gasztronómiai eseménynek adott helyet. A márciusi káposzta főzőfesztivál és az önös áprilisi főzőversenye után május 21-én a Nőegylet szervezésében várták a csapatokat bográcsaikkal. Kaltenekker Zsuzsanna, az egyesület elnöke osztotta meg főzőversenyük részleteit. Ez a baráti bográcsparti, amit 2009-ben kezdtünk el szervezni, úgyhogy azóta most a járvány helyzet miatt két alkalommal elmaradt, de úgyhogy szerintem ez az egyik legrégebbi főzőverseny most, legalábbis a 2000-es éveket véve, ami harasztin van. Bármivel készülhettek, tehát ilyenkor bármit lehet főzni ezen a tavaszi főzőversenyen. Úgyhogy nagyon sok mindennel készültek, úgy kicsit belelapoztam a jelentkezési lapokba, tehát van itt zuzapörkölt, marha, lábszár, akkor birkapörkölt, csőkös, ködöm, úgyhogy nagyon érdekes ételek vannak, és hát ilyenkor elég nehéz a zsűrinek a munkája, mert ugye nem egyfélét kell zsűrizni, hanem többféle ételt, és abból kell kiválasztani, hogy melyik a legfinomabb. Egy kicsit nehezen indult a reggel az időjárás tekintve. Hány csapat vesz részt végül a mai versenyen? 12-13 csapat jelentkezett, abból 8 érkezett meg. Hát sajnos pont mikor 8 órakor itt le kellett jönni a Dunapartra, akkor egy jó kis eső volt itt, és hát egymás után jöttek a telefonok, hogy ők inkább kihagyják ezt a főzőversenyt most. Szó esett már arról, hogy a zsűrinek nehéz a dolga. Kik azok, akik ezt a nehéz feladatot most vállalták? Még mindig egy kicsit nehezen szedjük össze mi a zsűri tagokat, mert vagy akiket meg szoktunk hívni, vagy betegségre, vagy hogy ugye újra elkezdődött most mindenhol az éttermekbe az élet. Ezért elég sok munkájuk van azoknak, akiket meg szoktunk hívni. Úgyhogy most a Nőegylet tagjai, meg egy-két civil, akik itt vannak, azokból lesz a zsűri, és ők fognak zsűrizni. Milyen jutalomban részesülnek azok, akik helyezést érnek el? Mi a Kisduna étterem és panziónak onnan szoktunk vacsorajegyeket vásárolni, tehát az első 3 helyezett az ő vacsorajegyeiket kapja meg, plusz még egy kis ajándék kosárba egy-két dolog, és minden csapat kap egy üveg pezsgőt. Melyik volt eddig a legemlékezetesebb baráti bográcsparti? Talán a legelső, amit még a Csónakhádnál szerveztünk, és ott is kb. Ennyi csapat jelent meg, és az tényleg olyan volt, mint amikor a barátok összejönnek egy főzőversenyen. Mi is még eléggé szervezetlenek voltunk, felkészületlenek, de az is egy nagyon-nagyon nagy sikerű főzőverseny volt, meg volt tényleg még egy jó pár, amire ugye emlékszünk, volt egy olyan, amin szakadt az eső, és 5 csapat maradt itt végül, és azok is nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. A mai főzőversenynek különleges vendégei is vannak. Holnap lesz a város szervezésében a nyárindító piknik parádé, aminek az egyik résztvevői az ifjabb Fekete László és csapata, ők az erős emberek. És ők eljöttek fölállítani holnapra azt a helyet, ahol ők fognak majd versenyezni, meg gondolom bemutatót tartani, és szerettek volna ebédelni. És hát mi ezt megtudtuk, és úgy döntöttünk, hogy meghívjuk őket ebédre, hogyha ide érnek majd a versenyünkre. A Nőegylet életében a közeljövőben milyen programok várhatóak, milyen rendezvényen találkozhatunk? Nyáron részt szoktunk venni a családsegítő szolgálatnak a nyári napközébe, utána pedig hát jön majd a nyár, egy-két táborba el szeretnénk menni, ahol szeretnénk újfajta ilyen kézműves foglalkozásokat tanulni. Mi is csinálunk majd saját magunk részére egy ilyen kézműves tábort, és szeptember 10-én pedig a halászlé főzőverseny lesz, ami a következő, tehát a mi szervezésünkben lévő főzőverseny lesz. A rendezvényt jó hangulat és baráti kocintások kísérték, a szeles időjárás sem fújhatta el a résztvevők jó kedvét. A zsűri kóstolása szerint 2 harmadik hely született. A Knorbitális lányok palóc levessel, a 6-os csapat pedig Budapest bélszínnel léphetett a dobogóra. Budapest levünk, és majd lesz az elsőtészűz, és párót is. A második helyen a polgárőrség végzett. Bográcsukban marhalábszár pörköltet főztek.
A legfinomabbnak idén a baráti bográcspartin az a gombás marhatokány bizonyult, amelyet Jani és bandája készített.